Köszöntöm Önöket és benneteket a Telefele Kulturális Egyesület karácsony ünnepségén. Köszönöm, hogy elfogadtátok meghívásunkat. Köszöntöm Böröc László, országgyűlési képviselőt. Szentgyörgyi Péter, polgármester urat. Dr. Balla Valéria és Balog Madár Emese, Belváros, Lipótváros, megjelent képviselőit, valamint mindenkit, aki jelenlétével megtisztelte ünnepségünket. Felkérem Böröc László, országgyűlési képviselő urat, mondja el köszöntőjét. Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntelek benneteket! Az igazság, hogy Zoli megkérte, hogy rövid lenne, hogy csúszni a program, úgyhogy megpróbálok nagyon rövid lenni. Nyilván nagyon nagy öröm számomra, hogy ismét itt találkozhatunk, hiszen jó magam is, mint bizonyára tudjátok, én az 5. kerületből kerültem az országgyűlésbe, és én úgy gondolom, hogy ennek az önkormányzati választásnak, ami most a hátunk mögött van, és aminek eredményeképpen újra a Fidesz győzött a belvárosban, ahhoz, hogy Péternek ekkora támogatottsága legyen, az a ti, az önök munkájára nagyon nagy szükség volt, hiszen egy kiváló közösség az, ami itt a belvárosban az elmúlt években, vagy akár évtizedekben épült, kialakult, és az a közösség az, aminek az eredményeképpen olyan eredmény született Budapesten október 13-án, ami sajnos, de kevés kerületben mozgunk szépen. Köszönöm képviselő úr szavait, és felkérni a Szent Györgyi Péter, polgármester urat, hogy tartson egy köszöntést. Kedves Telefele és Egyben Egyesület Közösség! Kedves barátom! Az adventet, a karácsonyt a keresztény hagyomány szerint mindazokkal töltjük, akik igazán fontosak számunkra, akik sokat jelentenek nekünk, és akikkel az esztendő során is mindvégig kölcsönösen számíthatunk egymásra. Az Egyben és a Telefele közössége éppen ilyen számomra. Az ünnep alkalmat teremt arra is, hogy visszatekintsünk az esztendőre, aminek hamarosan végére érünk. Sikeres és tartalmas év volt 2019. Immár mindkét egyesület nagy múltunak mondható, és az évek alatt nemhogy csökkent a lelkesedésetek, hanem esztendőről esztendőre. Még jobban összekovácsolódott a csapat, még több közös élményt szereztünk egymásnak, és már-már családdá vált a közösség. Fontos összekötő kapocs köztünk a belváros. Tudom, hogy nektek is, mint nekem, szívügyetek az 5. kerület. Folyamatosan tesztek érte, állandóan figyelemmel kíséritek a fejlesztéseket, mindig csak is a jobbra törekedtek. Mindez hatalmas támogatást jelent számomra és munkámban, és idén különösen megmutattátok mindezt. Hogy számíthatok rátok, hogy mellettem vagytok, hogy kiválóan tudunk együttműködni a belvárosért, a belvárosiakért. Köszönöm nektek mindezt. Egyúttal biztosíthatlak benneteket arról, hogy ahogyan eddig is, a továbbiakban is számíthattok rám. Azon leszek, hogy 2020-ban is minden feltételt biztosítsak ahhoz, hogy színes programokban, változatos kirándulásokban, rengeteg emlékezetes pillanatban legyen része a Telefele és az Egyben tagjainak. Tóth Eszter és Kovács Zoli pedig kétségkívül a garancia arra, hogy értünk, ez a klub, egyesület nem működne ilyen jól, ezért köszönöm nekik. Kívánom, hogy mind az előttünk álló ünnepek, mind 2020 esztendő legyen igazán boldog a számotokra, és remélem minden több alkalom nyílik arra, hogy együtt találkozzunk, beszélgessünk, kiránduljunk, és rengeteg gyönyörű pillanatot szerezzünk egymásnak. Köszönöm a figyelmet!
Köszönöm, polgármester úr, szavait. Most pedig régi hagyományunknak megfelelően idén is ünnepi műsorral készültünk a mai napra. Elsőként hallgassuk meg Kis Judit versmondó és Krajcsó Bence citerás előadását. Adjon Isten Jézusunk, Jézusunk! Három király mi vagyunk. Lángos csillagát felettünk, gyalog jöttünk, mert siettünk. Kis Juhocska mondta, biztos itt lakik a Jézus Krisztus. Mennyhárt királya nevem, segíts, édes Istenem! Isten fia, jó napot, jó napot! Nem vagyunk mi vénpapok. Úgy hallottuk, megszülettél. Szegények királya lettél. Benéztünk hát kicsit hozzád. Üdvösségünk, égi ország. Gáspár volnék, afféle földi király személy. Adjon Isten megváltó, megváltó. Jöttünk meleg országból. Földkorgászunk mind elfogyott. Fényes csizmánk is megrogyott. Hoztunk aranyat hat marékkal, több mint egész vasfazékkal. Én vagyok a Bolzsár, aki szerecsen király. Irul-pirul Mária, Mária, boldogságos kismama, hulló könnye záporán át, alig látja Jézuskáját. A sok pásztor mind muzsikál, meg is kéne szoktatni már, kedves három király. Jó éjszakát kívánok! Thank you.
És köszönjük Eszternek és Zoltánnak a felvételüket. Ez igazán nagyon jó szervezés volt. És ezzel a műsorunk, karácsonyi ünnepi műsorunk véget ért. Áldott karácsony ünnepeket, boldog új évet kívánunk mindenkinek. Érezzétek jól magatokat, jó étvágyat a vacsorához. És hát közben Kovács Vilmosra kérünk, hogy összeorakoztat minket a vacsorával.